Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések extra nézőit. Folytatjuk azt a beszélgetés sorozatot, amelyben megidézzük az egykori és mai legendákat az Alba Régia Tánc Együttes 70 éves születésnapján. Mi minden történt velük, mi mindent kellett tenni azért, hogy az országban, Európában, illetve a világban is ismert és elismert legyen ez a csapat Székesfehérvár büszkeségére. Vendégem pedig Majoros Róbert, az Alba Régia Tánc Egyesület alelnöke, művészeti vezetője, illetve a táncegyüttes táncpedagógusa és művészeti vezetője. Szervusz, Robi! Köszöntök mindenkit! A hosszúra nyúlt bevezető után én mindig gondolkodom azon, hogy ahol megjelenik egy testvérpár, mennyire könnyű vagy nehéz a fiatalabb testvérnek. Ugye nagyon is jól tudjuk, hogy Andor öccseként egy rendkívül kihívás kellett, hogy legyen. Az, hogy te is elkezdtél táncolni. Tehát mennyire fontos az, hogy volt már előtted egy példa, amikor te kezdtél? Én úgy érzem, hogy nekem inkább a könnyebbik része jutott ebből a testvér kapcsolatból. Tehát én is látok sok testvért, ahol vannak olyan viszályok, illetve olyan kis összezördülések, ami egy kicsit megnehezítik az életet. Én nem emlékszem ilyenre nagyon. Persze, nálunk is voltak, de azok inkább csak ilyen gyerekes kergetőzések voltak. Bátyám ugye 6 évvel idősebb, azért ez is fontos, hogy elég nagy korkülönbség volt köztünk. Én azt gondolom, hogy én nekem mindenből ilyen szempontból a könnyebbik része jutott, tehát nekem ez inkább előny volt, hogy volt egy nagyobb testvérem, aki elkezdett táncolni, elkezdett zenélni, és akkor én valahogy ezekbe a dolgokba olyan természetesen, ilyen magától érthetődően bele tudtam csöppenni. Nem is volt kérdés, nem is nagyon emlékszem erre, hogy én ezen így gondolkodtam volna, hogy elmenjek-e táncolni, vagy nem. Tehát természetes olyan volt. Természetes volt, igen. Nagyszerű, és idejekorán kiderült, hogy tehetséges vagy. Mondom ezt azért, mert nagyon nem sokkal azután, hogy elkezdted, és ahhoz elhivatottság és tehetség is kell, meg szorgalom, meg egy csomó minden, hogy a szarvasi időszakra, én mikor belenéztem és nézem, pont 30 esztendeje volt az Országos Gyermek Szólótánc Fesztivál Szarvason, és ott már is külön díjat nyertél. Azt hiszem, hogy egy ilyen áttörés az megerősítés is egyben, ugye? Hát abban az időszakban én azt hiszem ilyen 12-13 éves lehettem, akkor ez még nem volt bennem tudatos. Az akkori oktatóm Török Sándornak a unszolására gondolom, arra, avval kapcsolatban indultam el ezen a versenyen, és akkor úgy egy picit bele, és többet magammal, tehát kortársaimmal együtt, és tehát nyilván ilyen csoportos fellépéseink voltak, de amikor így elmegy az ember egy szólótánc versenyre, ott egészen más a felállás, ott nincsenek mögötted a társai, ott egyedül vagy a színpadon, és ezt valaki vagy jól éli meg, vagy inkább a negatív részét tudja kihozni ebből. Nagyon jó tapasztalás volt, úgyhogy utána aztán következett még egy szarvasi. Igen, ott meg aranybokrétás. Igen, ott már egy kicsit érettebb voltam, úgy látszik, ott nyertem is egy díjat. Aztán nekem nagyjából a szó karrierem az ennyi is volt. De ez mert nem baj. Nekem se hiányzik egyébként, én valahogy így jobban szeretem ezt a csoportos megmozdulást. A Török Sándort említetted, ki volt, őt mesterednek tekintve nyilván, de kik voltak a mestereid, példaképeid? Kire szerettél volna mondjuk a bandin kívül hasonlítani? Így nem emlékszem, hogy valakire nagyon hasonlítani szerettem volna, de a mestereim, tehát Török Sándor után Gáber Attila volt, aki szintén erre a versenyre elindított engem, Gazdag Béla, Vas Éva, úgyhogy azok a nevek, akiket majd eddig is, ugye, akikkel volt beszélgetés, vagy még lesz, biztos, hogy meg fognak említeni, ők voltak az én mestereim. Tehát meghatározó időszak az életében egy felcsöperedő fiatal számára, azt hiszem, hogy ha a tánc veszi körül az idejét, mármint a szabad idejét, akkor már tud választani, és idejekorán dönt arról, hogy mi lesz a hivatása. Veled is így történt valahogy? Én arra emlékszem, hogy két helyre is párhuzamosan jártam táncolni. Tehát volt olyan, hogy még a Velinszky általános iskolába is jártam, de már az Alba Régiába. Aztán volt olyan, hogy az Alba Régiának az ifjúsági csoportjába voltunk, de már a nagy együttesbe is. És én nagyjából arra emlékszem, hogy hetente így nem két,
három, hanem négy alkalommal kellett próbára járni, és ez a kellett, ez nem is jó szó, mert annyira hozzátartozott az életemhez, hogy így természetes volt. Egyre emlékszem, hogy valamilyen videófilmet egyik pénteken néztem, és elfelejtettem próbára menni. Azt hiszem, hogy a 30 év alatt talán egyszer volt ilyen, és annyira ilyen furcsa, rossz érzés volt bennem, hogy tényleg ez hozzátartozott az életemhez. Tehát hivatást választottál. Mikor jött, hogy sok többet is szeretnél a táncon túl? Tehát, hogy megvan benned a koreográfusi véna. Az, ami sokkal inkább összefoglalja a néptánccal, a népi kultúraval foglalkozót. Hát az, hogy koreográfusi véna, azt azért megelőzte mindenképpen az a dolog, hogy én a Jáki József szakközépiskolában, mint magasépítő szakon érettségiztem, de hát továbbiakban én nem foglalkoztam ebben a szakmával, és ott voltam érettségi után, hogy hogyan tovább, mivel is szeretnék foglalkozni. És Botos József ajánlására Abán akkor indult az elsők között az egyik művészeti iskola, és ott néptánctanárt kerestek. És abban az időben ugye még nem volt az kitétel, hogy főiskolai végzettség, vagy akármilyen pedagógiai végzettsége legyen az embernek, úgyhogy én jelentkeztem, kipróbáltam magam. És igazából én ott Abán kezdtem el tanítani, és először nyilván egy csoporttal, és akkor egyre több csoportom lett, végül ott lettem főállásba, és igazából csak ezután lehet mondani azt, hogy el kellett kezdenem színpadra is évvégi karácsonyi műsorokkal készülni, és itt kezdődött el igazából az, hogy koreográfiákkal is kell foglalkozni. És időközben természetesen a főiskolán is lett néptánctanári szak. Így van. És ugye te az első között voltál. Igen, akkor még érdekes módon a TF-en volt egy éppen induló évfolyam, úgyhogy nagyon jó volt, mert az Albában nagyon sok barátommal és táncostársommal tudtunk együtt 4 évet ott tölteni, úgyhogy ez is egy jó emlék. Hát mozgás, mondják ők persze. Volt ott RSG meg minden a TF-en, úgyhogy kipróbáltunk mindent. Igen, ezt szeretném kérdezni, hogy ott mi mindent lehet megtanítani a néptáncról. Tehát voltak-e olyan szakemberek az oktatói csapatban, akik globálisan nézték a népi kultúrát, tehát adott esetben a néptáncot, a Kárpát-medencei népi kultúrára gondolok? Igen, nekem Lévai Péter volt az, aki egy új szemléletet hozott ebbe. Tehát nyilván mindenkinek a saját tapasztalata, vagy amit évek során megtapasztalt próbákon, az egy nagyon jó kiinduló pont. Viszont abban az időben azért már nagyon hiányzott az, hogy a módszertant egy kicsit magasabb szintre emeljék, és ezt Lévai Péter, én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jó időbe kezdte el, és adott nekünk egy olyan iránymutatást, ami érdekes módon valakinek vagy nagyon tetszett, vagy nagyon nem tetszett. Nekem, én úgy érzem, hogy nagyon tetszett, mert be tudtam építeni azokat a új irányvonalakat a tanításomban, amit ő is tehát mutatott. Tehát értsük úgy, hogy megmarad a régi, tehát a hagyomány, viszont a modernitás sem maradhat el, és ez a kettő összekapcsolódik. Így van, tehát régen ugye azt tesszük, hogy a falusi báli életbe, vagy a táncos életbe ugye a gyerekeket, a felnőttek nem tanították művészeti iskolákban, meg módszeresen, hanem nézték, utánozták a felnőtteket. Én azt gondolom, hogy az utánzás módszere az még mindig egy nagyon fontos és nagyon célra vezető dolog, viszont ezt a módszert egy-egy modernebb, vagy egy kicsit célra vezető módszerrel azért még jobban meg fel lehet erősíteni. Tehát ugyanakkor beépítetted nyilvánvalóan ezt az újabb koreográfiákba. Melyik volt a következő lépcső a munkádban? Mielőtt a táncházról beszélünk, és az elengedhetetlen, hogy a táncház mennyire egészíti ki, majd ezt fogom kérdezni, a néptánctanári, a koreográfusi munkát egy táncos számára. Ugye említettem, hogy én Abán ott lettem egyszer csak főállásba, és akkor a feleségem is, ő pedig egy teljesen más szakról, banki ügyintézőből, egyszer csak ő is mellettem néptánctanár lett, persze évek során ő is az Alba régiába táncolt, és Abán lettünk mi főállású néptánctanárok, és nagyon sok évig, 10-15 évig mi ott tanítottunk, és ott
kaptunk egy olyan lehetőséget, hogy egy válogatott csoportot össze tudtunk hozni, és nekünk az egy annyira nagy élmény volt, hogy a mai napig ezekkel az emberekkel tartjuk a kapcsolatot, akik abba a Sárvíz táncegyüttesbe ott voltak. Hát nem mondom, hogy egy könnyű eset volt egyik se, de azt gondolom, hogy ilyen 20 évesen mi egy olyan tapasztalást kaptunk ott, hogy az utána kitartott meg siker, egész életét. Meg is siker, igen, már velük is mentünk fesztiválokra, külföldre, rengeteg fellépés volt abba és környékén, tehát hogy ott elindult egy olyan élet, ami a gyerekeknek és meg nekünk is egy nagy élmény volt. És a generációváltásról is ugye említetted Lelked Jobbik felét, Szabó Veronikát, a feleségedet, tehát társra leltetek, és én azt figyeltem meg, hogy nemzedékek váltakoznak egymással, most lefelé vagy felfelé, az mindegy. Azt hiszem, hogy ez is egy példaértékű dolog a tánc együttes életében. Hát igen, ez a táncegyüttes, ez így mindig mondjuk meg, én szerintem sok riportban elhangzott, hogy ez egy nagy család. És nem csak azért nagy család, mert hogy szerelmek, sőt nagyon sok házasság, gyermek, most is tudjuk, hogy újabb gyermek születik az egyik párnál, tehát ezek akkora nagy örömök, hogy ihaj, csuhaj, de tényleg ez úgy is egy nagy család, hogy társaságilag. Úgy is egy nagy család, aki mondjuk 10 vagy 20 éve abba hagyta, mert éppen a munkája úgy akarta, viszont ha van egy ilyen alkalom, mint ez a 70 év, akkor visszajönnek, mint például a tegnapi első vasárnapi próbán, és ott volt 70 ember, aki lehet, hogy már 10-20 éve már nem aktív táncos, de nem nagyon látszódott meg rajtuk ez se habitusban, se a táncolásukon, úgyhogy nagyon, nagyon érdekes dolog ez. Nagyon sokan mondják, és én abszolút egyetértek, hogy a néptánc újra szárnyalása az a táncházaknak köszönhető. Nyilván az nagyon fontos. Te hogy élted meg a táncházakat? Hú, hát azt hála Istennek, igaz, hogy ugye a 70-es évekre mondhatjuk ezt a táncháznak az újraéledését, vagy kialakulását. Én nyilván 70-es években én ezt még nem tapasztaltam meg, de azt gondolom, hogy a 80-as években, 80-as évek végén, amikor már mi is fiatalon elkezdtünk táncházba járni, akkor az őskora volt ennek az egésznek. Én emlékszem, hogy mi ott tanultunk meg a táncházból olyan táncokat, mint a mezőségi, a széki, a szatmári, ami nagyon nagy élmény volt, hogy szabadon tudtunk ott táncolni. Tehát azokkal a barátainkkal, barátnőinkkel oda mentünk, és nem is volt kérdés, hogy azon kívül, hogy beszélgettünk meg, egy nagyon jó baráti társaság volt, hogy táncolunk, hogy székizhetünk, hogy mezőségizhetünk, ezek akkora dolgok voltak, hogy hát biztos, hogy az, hogy szabad táncolás, illetve az énekeknek a megtanulása. Tehát, hogy ha most úgy össze kéne számolnunk, hogy hány éneket tudunk, annak biztos, hogy a töredéke az, amit úgy tanultunk, hogy valaki tanította. Inkább úgy tanultuk ezeket, hogy sokszor hallottuk az idősebbektől, különböző rendezvényeken, bulikon, és egyszerűen megtanultuk. Úgyhogy fontos része volt az életünknek ez a táncház. Mint ahogy fontos része az is, hogy a folyamatosan cseperedő fiatalokat, és most egy kicsit arról beszéljünk a koreográfiáidról, és kivonatosan mondom, hiszen azt hiszem, hogy a Pulutyka örökségnívó díja a gyermektánc koreográfiában, az a Mezőföld és Rábaközi tánc, amit azt hiszem 2017-ben kaptatok, ugye ez? Vagy 2016-ban. Igen. De ez fontos, mert hogy ez valaminek az alapja. Amikor arról beszélsz, hogy egy nagy család, akkor lám-lám, a Pulutyka is átélik a sikert méghozzá, mert hogy van velük egy olyan felnőtt, kvalifikált, kvalitásos pedagógus, aki segít nekik ebben. Igen, ebben a csoporttal, főleg az utóbbi 4-5 évben azt gondolom, hogy amit el lehetett érni, azt úgy elértük. De ez nem jelenti azt, hogy most leültünk és nem csinálunk semmit, most is egy újabb versenyre, egy újabb tanulmányi versenyre készülünk. Tehát mindig van dolog, lehet velük ilyen dolgokat létrehozni. Lehet őket úgy hajtani, hogy akár párhuzamosan 2-3 versenyre is készülünk. De ezen kívül azt gondolom, hogy az összes utánpótlás csoportra nagyon szükségünk van, mivel hát ha tetszik, ha nem, a felnőtt együttesek egy ideig óráig működnek úgy,
hogy nincs utánpótlásuk. De aztán jön egy pont, és egy pillanat alatt szétesik az egész. Igen. Úgyhogy nagyon sok együttesnél lesz probléma, nálunk hála Istennek ez soha nem volt probléma. No, a többi koreográfia kismillió van. Nagyon sikeres. Ugyanakkor te elindultál egy olyan úton, amit mi is megcsodálhattunk a Vörösmarty Színházban a Mozdulatlan Legendákkal, ami példaértékű, én azt gondolom, és az valóban új. Mennyire volt tudatos az, hogy egy kicsit most már azt a táncegyüttest, aki kvalitásaiban megfelel erre, egy más utakra is vitt? Igényünk már nagyon volt rá. Volt egy olyan igény, hogy egy egész estés komplett szerkesztett, nem csak a folklórról szóló műsort készítsünk. Úgyhogy volt erre igény, azért azt be kell látni, hogy egy amatőr együttesnél annyira sok mindennek kell ezen kívül megfelelni, hogy nagyon nehéz. Nyilván egy profi együttesnél sokkal könnyebb, naponta heti rendszer, vagy napi rendszerességgel próbálnak, itt azért mindenki a hobbiába gondolkodik. Tehát mégis tudtunk közösen a alkotótársaimmal egy olyan produkciót összehozni, ami emellett a sok feladat mellett mégis létrejött. Az, hogy hogyan jött létre, azért ennek nagyon vissza kell menni, hogy az Albarégia táncegyüttes azért a folklóron kívül Botos József által a korok táncaival is nagyon régóta foglalkozott. Reneszánsz, reformkori táncok, stb. Tehát azért volt nekünk egy olyan alapunk, egy olyan dolgunk, amihez hozzá tudtunk nyúlni, úgyhogy ez már így könnyebbség volt. Az meg, hogy a Fehérvárról szóljon ez az egész dolog, én azt gondolom, hogy ez nem egy erőltetett dolog volt. Én emlékszem, én a városba jártam, keltem, és akkor ugrott be ez, hogy szobrokhoz, táncos időszakokhoz, korszakokhoz ezt milyen szépen össze lehet állítani, össze lehet fűzni ezeket a tételeket. És összeültünk 4-5-en az alkotótársaimmal, leosztottuk, hogy ki melyik tételt, melyik korszakot dolgozza föl, és azt gondolom, hogy egy olyan könnyű és gördülékeny munkamenet volt, hogy tényleg azóta is ezen csak csodálkozott. Egyébként. És ha már az újdonságoknál tartunk, akkor foglalkozunk egy kicsit azzal is, hogy nagyon fontos egy-egy verseny. És a röpőpáva az idei, és ha visszamegyünk időben, hiszen ez a döntő döntője volt. Fölszállott a páva, igen. No, tehát ez is egy megerősítés lehet koreográfusnak, hiszen mi ott ültünk, a tévé előtt néztük, hogy ott ülnek a polgármester úr, Zsófi, a többiek a zsűri mellett, ott van a rangos zsűri, Sebestyén Mártájék, Sebőjék, tehát mindenki, aki él és mozog, és büszkén láthattuk, hogy ott vagytok ti, ott vagyunk mi is veletek. Hát igen, ez egy meghívásos műsor volt már másodjára. 2014-ben voltunk először, ott a döntőig jutottunk, az is hatalmas élmény volt, és nem gondoltuk azt, hogy ez még egyszer megtapasztalhatjuk, mert általában aki a döntőbe már bekerült, többször nem indulhat. Viszont most kitalálta ez a produkció, hogy legyen egy döntők döntője, az elmúlt évek legsikeresebb együtteseit hívták össze. Nem volt bennünk már az a bizonyítási vágy, hogy nekünk most meg kell mutatni, hogy milyen nagyon jó az Albarégia táncegyüttes. Hála Istennek, ezen már úgy érzem, hogy túl vagyunk, meg az összes együttes, aki indult, én azt gondolom, hogy ezen már túl volt. Mindenkinek szerintem ez egy hatalmas lehetőség volt, reklámfelület volt. Olyan csatornák, dolgok nyíltak meg, amire eddig nem is számítottunk. Tehát az például, hogy a polgármester úr velünk az élőadásban ott volt, egyedüli polgármesterként az összes együttesből, az azt gondolom, hogy nekünk is egy hatalmas megtiszteltetés, meg országosan egy nagyon jó példaérték volt. Illetve az a Facebookos reklámkampány, amit mi valahogy így nem is tudatosan, de úgy elindítottunk, és úgy egymást magát gerjesztett ez a folyamat, hát ez is egy új szín volt nekünk az életünkben. Nagyon, nekem nagyon tetszett. Nekünk is nagyon tetszett, de nem csak a végeredmény, hanem a munka folyamat is. Úgyhogy hát itt megint megerősödtünk, én azt gondolom. Tudtuk, hogy eddig is, hogy rendben vagyunk, viszont jó volt egymással olyan dolgokat létrehozni, amit esetleg eddig még nem. Ami szintén nekem nagyon-nagyon fontos, hogy ugye olvasom a híradásokat,
esztendőről esztendőre járjátok a világot. És mindenhonnét megerősödve jöttök haza nagy-nagy sikerrel. A helyiek is, tehát nem, ezt nem csak ti mondjátok, hanem ugye ez tetten érhető. Ez is megerősít nyilvánvaló. Viszont ami a legfontosabb számunkra Székesfehérvár számára, a Nemzetközi Néptánc Fesztivál. Az minden esztendőben a legtöbb. Tehát ugye egyéni díjakról beszélhetünk, viszont a Székesfehérvári és az ide látogatók szeretete az mindent visz. Hogyan lehet fenntartani ezt a színvonalat esztendőről esztendőre? Igen, ennek a fesztivál igazgatója, ennek a fesztiválnak, ugye a Nemzetközi Néptánc Fesztiválnak a bátyám Majoros Sándor, de nagyon sokszor kikéri a véleményemet egy-egy meghívásnál, például amikor a csoportokat válogatja, bejönnek a videók, hogy ez és ez a csoport innen és innen szeretne jelentkezni, azért meg szoktuk együtt nézni. Tehát tényleg ezzel kezdődik az egész év, hogy 8-9 olyan külföldi együttest tudjunk meghívni, aki jó színvonalú, különböző földrészről, és különböző hangulatokat tudnak a közönség elé varázsolni. Így nemrégiben volt egy ilyen beszélgetés valakivel, hogy miért szereti a fehérvári közönség vajon ezt a fesztivált ennyire. És én szerintem azért, mert Indiába vagy Brazíliába nem minden nap jut el az ember. És ezek a fesztiválok, ezek azon kívül, hogy vannak nagy színpadi produkciók, nagyon sok olyan programelemmel létezik, amikor így mellé tudnak menni a külföldiek, mert meg tudják fogni a kezüket, a ruhájukat, meg tudják kóstolni az ételeiket. Tehát én azt gondolom, hogy ezért szereti ezt a fehérvári közönség a 25. alkalommal lassan már. Igen. És akkor még a díjak. Ugye a Martin György díjról szerettelek volna kérdezni, mert ez egy rang. És ugye a két majoros állhatott ott a szakmai grémium előtt, a Martin György Néptánc Szövetség díjáról beszélünk. Ez egy olyan rang, ami nekünk is jó, akik figyelemmel kísérjük az Alba Reggel Tánc Együttes életét. Ti milyen gondolatokkal fogadtátok ezt az elismerést? Hát ugye a Martin Szövetség az amatőr néptánc együtteseknek a országos szövetsége, úgyhogy azt gondolom, hogyha egy ilyen szövetség kiad egy amatőr tánc együttesnek, a művészeti vezetőinek egy ilyen díjat, az egy hatalmas nagy elismerés, megtiszteltetés, úgyhogy nem, nyilván itt nem lehet erre számítani, mi se számítottunk erre, hatalmas öröm volt, úgyhogy azóta is az irodánk falán kint van a kis plakett, és nagyon örültünk neki ennek. Kerek az életed? Kerek, abszolút. Pont most érzem azt, hogy a 7 nap helyett lehet, hogy 8 vagy 9 nap kéne, hogy legyen, főleg most ebbe az időszakba, a 70 éves évfordulón kapcsán annyi rengeteg programunk van, ami hát nem mondanám munkának, mert egy hatalmas szórakozás egyébként, de azért amikor már úgy érzi az ember, hogy kéne még egy pár nap, azért az nehéz. Nehéz, de mindig megoldódik, és azt gondolom, hogy azon leszünk ebbe az évbe is, hogy ezt a 70 évet ne csak úgy ünnepeljük meg, hogy egy színpadi produkciót kapjon a közönség, persze ez lesz a fő csapásunk, viszont lesznek olyan kisebb kísérő rendezvényeink, ahol egy picit megpróbáljuk azt, hogy a közönség abba is beletekinthessen, hogy milyen is az élet ebbe a családba. Már nagyon várjuk. Mi is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, Majoros Róbert volt a vendégem abban a sorozatban, amelyben az Alba Reggel Tánc Együttes 70 esztendejéről beszélgetünk. Köszönöm figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra.